Halló! Szevasztok! Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel! Ez itt a Restart, és itt van Marci. Hol? Hát itt vagy ja, mellettem, nem? Sziasztok! Kános meg ott a kedves nézők két benne vagyok egy csomó készülékben. Igen? Benne. Benne vagyunk. Na, a tévében, köszöntünk mindenkit. Benne leszek a tévében, kellemes péntek délben, már benne vagyok, így igen, van. Igen, élőben vagyunk, ugye ez itt a Restart Extra, ugye péntek lévén megszokhattátok, hogy a hét utolsó informatikai értekezése következik. Szó szerint értekezés, hiszen ilyenkor általában átbeszéljük a hét legfontosabb eseményeit, vagy jó magam, ha egyedül vagyok, ha pedig kiegészülök valakivel, mint például a Marcival, remélhetőleg rendszeresen ezen túl, akkor általában át szoktuk beszélni a dolgokat. Csak 10 éve rendszeresen. Igen. Kisom olyan megszakításokkal. Mi a helyzet, Marci, mesélj a kedves nézőknek valami jót. Indítsd el a Messengert. Majd el, Messengert? Igen. Melyik Messengerre gondolsz? A Skype Messengerre? Igen, a Skype Messengerre. Úgyhogy, de például érdekes, most lövik le a Messengert végleg. Most van egy ilyen hír. Ez kamu? Ez a megtörtént? Hát én azért kérdeztem, hogy melyik Messengerre gondolom. A Windowsosra. Miért az még van? Ez az én kérdésem is. Nem tudom. És egy viszonylag neves amerikai hírportálon találkoztam ma a hírrel, hogy gondoltam, hogy behozom nektek, aztán majd megvitatjuk, hogy az még létezik-e. Van-e olyan, aki még használja, vagy át kellett térnie, erősítse, vagy cáfolja meg ezt a hírt, legyen kedves. Úgyhogy ilyen dolgokról fogunk beszélgetni a következő. Lefújtam a laptopon, egy kicsit dzsubás, hát van ilyen. Az enyémnő semmi nem lehet tisztább. Még jó, hogy nem látjátok ezeket a dolgokat. Kívülj egy patkát. Na, Krisztián, nem mutogat semmilyen hülyeséget itt nekünk, kérlek. Várjuk természetesen. Valaki vigye ki innen. Öltöz már vissza, légy szíves, Krisztián. Szóval a következő egy órában várjuk kérdéseket is természetesen. Az elérhetőségeink ugye szokás szerint nem változtak. Facebook, stb. Így van, Marcit kövessétek a facebook.com/fixmarci címen. Így van, Vendit pedig a facebook.com/vendifix címen. Pontosan, ezek ugye a saját oldalaink, de itt a műsor alatt leginkább a Fix HD oldalát figyeljük. Fix HD, ugye facebook.com/fixhd ez a cím. Tessék lájkolni, illetve lehet hozzá is szólni a dolgokhoz. Nyugodtan, ha kérdés van, akkor forduljatok hozzánk bizalommal, és elindítottam a Skype-ot is, úgyhogy akár csöröghettek is. tv.fixhd, ez a Skype, illetve 44513-49, ez pedig a telefonszámunk, hogyha valaki esetlegesen telefonon a régi, hagyományos, analóg módon hívna. Valaki a tárcsá, betárcsázna, nem olyan már nincsen. Már összes hippolok vele nagyon szívesen, tehát hogy ez ment régen nekem. Hát még a 9600 bódos korszakban. No! Te persze össze tudtál sípolni a modemmel. Össze. Hát mondjuk 9600 nem volt bonyolult össze sípolni, ez nem volt egy olyan nagyon nagy történet, aztán utána ki is jött a fax. Nem mondom. Ne, hagyjuk ezt a témát, menjünk tovább inkább. Chrome 64 bites verziója, te azt használod, vagy a 32-t? Ez egy jó kérdés, pont gondolkoztam, tehát olvasgattam ezt a cikket, de azt mondják, azt is azt olvastam, hogy ez a 64 bites verzió, az annyiban sokkal többet nem tud, valami 15%-os javulást mondtak, ami azért elég vékonyka, és illetve azt, hogy sokkal stabilabb, de ha azt mondják, hogy sokkal stabilabb, akkor itt azt kéne feltételeznünk, hogy a 32 bites nem stabil, ami nem igaz annyira. Hát én tapasztalatból mondom, én már hónap óta 64 bites változatot használom, ugyanis annak ennek fejlesztői verziója is, amiket korábban kiírjam elő, hogy 64 bit, te még nem azt használod, ez 32 bites. És ha jól látom, jó régi, úgyhogy most fogod frissíteni. Na, tehát, hogy már egy ideje azt használom, még a develop verziót, tehát a fejlesztői verziót, és hát tényleg stabilabb, azt kell mondjam. Igen, tehát mindenki panaszkodik most, hogy elszáll. Hát azért jó pár gépen itt is használjuk, és így néha, hogy elszáll, belassul, stb. A 64 bites verzió az nem csinál. Telefonon használok Chrome-ot, laptopot nagyon ritkán használok. Uh-huh. Manapság cégeset hát használok, de ott meg ugye kötelező az IC Export használni. Igen. Hát mondom, tehát... Ezt el kell majd mesélnem, fejezem a mondatot. Nem, annyi, hogy valóban én azt tapasztaltam, hogy tényleg stabilabb, legalábbis olyan szempontból, hogy kevesebb szer száll el, memória kihasználása, mintha jobb lenne, tehát én azt vettem észre a 32 bites verzióknál nyitva, mondjuk tudom én, egy pár böngésző ablak, és mondjuk váltogatok és keresgélek valamit, és mondjuk mit, hogy valahol megy valami flashes hirdetés, és úgy, hogy inaktív az ablak, mert egy másikat használok, és utána át akarok ugrani, akkor valahogy úgy érzékelhetően erőlködik a számítógép, és úgy teljesen behal az egész Chrome. Na most 64 bitnél én ilyet nem tapasztaltam, tehát természetesen az erőforrásokhoz mérten, ott is, hogyha nagyon sok ablak nyitva van, és sok-sok videót néz az ember, vagy valami van, azért az persze egy kicsit lassabb, de úgy érzékelhetően nem instabil tőle. Úgyhogy ez volt a fejlesztő, most már feltettem én is a stabil verziót. Ugye a stabil verziónak
annyi a hátránya, és ezt egyébként nem is értem, hogy hogy lehet, hogy ezt nem csinálták meg, hogy a fejlesztői verzióban működnek a 32 bites pluginek. Tehát ugyanazokat a plugineket föltelepítheted, amit egyébként föltelepíthetsz a 32 bites böngész, és a 64 bitesnél viszont nincs ilyen, csak és kizárólag a 64 bites plugineket engedélyezi. És azt is úgy, hogy hát ugye a 64 bitesen nem nagyon működnek a dolgok. Tehát, na mi van? Most ugye, ugye mondtam, hogy Marci 32 bites Chrome az éppen most vagy szét. De azért, mert a Bendi csúnyán beszél fel. Persze. Szoftverekkel szépen kell beszélni, ez egy infolatikatnál. Na. Unfriend értesítést a Facebook összeomlott, a bővítmény ismételt betöltés katt. Azt az év magyar fordítás, egy cipő 500, csak 400. Na, igen. Azt képzeld el csak, hogy már böngészőkről beszélünk, és most kilőttem, akkor még mit keresel itt? Na mindegy, szóval azt képzeljétek el, hogy van a SharePoint, ami a Microsoftnak egy ilyen szoftveres megoldása, különböző ilyen dokumentumtárat, adatbázisokat lehet ebben kezelni. És munkám folyamán egy ilyen adatbázist tartok karban, illetve hozunk létre, és volt egy funkció, amit a fejlesztők csinálták, és így tartottam a cél a fejlesztők, és ez így kell működni, és az Istennek nem ment. Hát mondom, megpróbálom Chrome-ba. És a SharePoint, az a funkció a Microsoft SharePoint-nak Chrome-ba működött, míg Internet Explorer-be pedig nem. Hát jó. Internet Explorer, gyerekek? Hát nem tudom. Én nem, egyszerűen nem, nincs véleményem az Internet Explorerről, és tényleg, és akkor még polkorrekt voltam, mert nem használok Internet Explorert, nem vagyok hajlandó. Pont valamelyik nap használtam, de csak azért, hogy leszedjem a Chrome 64 bites verziójának a végleges kiadását, ugyanis leszedtem a Chrome-ot, és ugye hát más böngésző meg nem volt így hirtelen fönn, mert a Mozilla-t meg már egy jó ideje leszedtem, és mondom, most mivel fogom letölteni a Chrome-ot? Hát kénytelen voltam elindítani az Internet Explorer-t, de mire az elindult? Ugye egyáltalán. Sose indítottam ugye el, tehát hogy még az első indítása, két év óta az első indítása történt az Internet Explorer-nek. Hát szegény, de letöltötte és működik, úgyhogy végül is. Jó, na, kezdjük akkor a Short Norbival, aki Skype-on keresztül már itt is van velünk, úgyhogy vele kezdjük a műsort. Szebasz, Norbi! Na nekem pont az a probléma, amit mondott Max az előtt, hogy én is kaptam lefrissíteni a Chrome-ot és lefagyott. Aha. Ezt egyébként én is észrevettem. Tehát én is először úgy próbálkoztam, hogy na akkor frissítsük le. Ezt ugyanazt csináltam mint neked. Úgyhogy Chrome uninstall, és utána letöltöttem az új Chrome-ot a weboldal, és azt installáltam hát, fel végül. Tehát pontosabban megcsinálja a uninstall, de... Nem fogja megcsinálni. Mi leszek, rá fogja tenni, az kész, csak lefrissíti, ha minden igaz. Hát az nem baj, ha most milyen visszaadja, nincs hát csinálja, ő dolgozzon. Nem, mert azért jó, mert akkor megmaradnak az mindenféle beállítás, ugye az átmeneti internetfájlok, minden megmarad, hogyha nem uninstallálod. Hát még jó, hogy. Na jó, de én meg mindent inkább leszettem, az a legjobb, hogyha egy legfrissebb Chrome fönn van, mindenféle. Hát akkor elvesznek a dolgaid. Nem vesznek el, mert amik tehát a bejelentkezési dolgok, meg a könyvjelzők, előzmények, ilyesmi, az ugye felhőben van, tehát azok visszajönnek. De ma nem volt felhős az ég. Nem, ma napos volt az ég. Na, úgyhogy neked is ez volt, hogy lefagyott, Norbi? Igen, most az és akkor gondolom úgy csináltad, ahogy én mondtam, nem? Tehát leuninstalláltad, és utána föltetted még egyszer, nem? Hát még azt nem próbáltam ki, de megpróbáltam. Ezt próbáld meg, mert ez működik. Tehát legalábbis nekem így működött. Már majdnem napon jó? Kész. Jó. Sziasztok, okay. Hello. Hello, hello. Jaj, kiesik a mikrofon az ölemből. Gyere ide vissza a pához. Úgy. Na, és volt valaki, aki megint csak azt mondom, hogy hívott minket, csak nem győzte kivárni. István, hívjál minket vissza. Bátran most már fel tudunk téged venni. Álljuk a Skype hívás költségeit. Igen, Lajos üzeni, hogy újra együtt végre. Köszönjük, Lajos. Köszönjük, itt Lajos. Vagyunk, figyelünk, és természetesen a kérdés van, akkor nyugodtan fordulj hozzánk bizalommal. Aztán Laci írja, Vendi, nem tudom, milyen Internet Explorer-t használtad, de mindig leszólott, pedig normális gépnél ugyanaz, mint a többi böngésző. Haladja korral, az új Internet Explorer-t használd rendes gépen. Ja, hogy de... az a korrából haladás, hogy az Internet Explorer-t használom? Laci, hát... azért szólom le, mert nekem nem tetszik. Én nem azt mondtam, tehát, hogy félrenértse de... már tehát, hogy így... Jó, én nem fogok egyébként magyarázkodni, nekem nem tetszik, nem használom. Azt csak, amit akarok, mint hogy mindenki más is, nem? Tehát, ha te használod meg, te szereted, hát szeresd. Nekem nincs ezzel semmi probléma. Nem tudom, én nem csak lesz. Én nem szeretem, sose használtam, és mondom, azért volt lassú, tehát direkt azért mondtam így viccesen is, mivel sosem indítottam el,
életében először elindult egy olyan gépen, ami sose indult el. Tehát hogy már másfél éve a Windows a gépen, és véletlenül láthatjátok a Windows Media Player-re, és akkor kezdje akkor rendben. Igen, 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 de ettől ugyanez, mert szerintem azt sem indítottam meg elén soha. Most esküszöm, kipróbálom, hogy milyen, amikor egy, ezt az érzés, amikor... milyen amikor egy Windows Media Player-t indítok. Na, elindult, hogy hazudtam, ezek szerint már használtam. Igen, mert elindult, és nem a beállításokat kérte, de meglepődtem, tehát hogy amikor elindítom az Internet Explorer-t... Nézzük az enyémem. Na. Mi történik? El se indul. Na, neked is, te is használtad hát, már. Megtörtént, igen, de... És ugyanazok jönnek meg, mint nekem, figyeled? Ez hogy lehet? Ugyanazok a zenéket nyitotta meg nekem is. Várj, hát meggondolom, ez a három gagyi van benne, ez a jazz, valami... Igen. Látod, ugyanez. Winamp. Ezt mit, valami ilyesmi szöveg, igen, annak ide Winamp. Na mindegy, hagyjuk. Szóval ennyi, nem leszólom, csak ne, de akár de vállalom, leszólom, már nem tetszik, kész. Ennyi, állandóan csak problémáim voltak már régebben, és a 64 bites, ugyanazok a hülye hírek vannak mindenhol, bár az oldalakon. Nem lehet jobb az internet, ez kamu. Na, képzeld el, hogy egyre több dolog derül ki az iPhone 6-ról, alig várom már, hogy vásárolhassak magamnak egy iPhone 6-os készüléket, se. Mit gondolsz erről a... Annyira nincs már nagy hype ennek az iPhone-nak, ugyanúgy próbálják föntartani ezt a mítoszt, meg nem tudom mit körülötte, de a piac már nem vevő erre. Valahogy én azt érzem. Hát... Meg, mindig idejuk adunk ki egyébként. Az a baj, hogy ezzel is, tehát látod, hogy ugyanis az Internet Explorer kapcsolatban is, hogy én már nem merek rosszat mondani, mert ha rosszat mondok, akkor én csak lehúzom meg izéját. Hát most nem, mítosz, igen. Tehát, hogy vannak fanok, akiknek ez fontos, én pont letoljom magasról, hogy mi lesz benne. Hírek szinten el szoktam mondani. Állítólag 12,9-szoros iPad-eket adhat ki az Apple. Igen. Mi az, hogy 12,9? Magyarul van írva, vesztőt kell tenni, kedves újságírók. Az Apple az eddigiekhez képest óriás méretű 12,9-szoros képátlóval rendelkező iPad-eket dobhat hamarosan piacra, írja a Bloomberg a céghez közeli forrásokra hivatkozva. Az új távlógépek nem csak a vállalat saját kínálatához, de a konkurensekéhez képest is óriási munkafelületet kínálnak, teljesen új szegmens nyitva a tabletek piacán. Az Apple jelenlegi legnagyobb iPad-jei azok, hogy 9,7-szorosak, a mini változatot kijelzője azonban csak 7,9-szoros. Az új óriás iPad-ek megjelenítője utóbbiaknál másfélszer, a normál iPad-eknél pedig egy harmaddal nagyobb átlóval érkezne. Ez már jó nagy lesz. Az jó nagy, szerintem ez jó is, ez nekem mondjuk tetszik. Ugye én rendszeresen ez a véleményem megint csak. Tehát, hogy tavasszal teszik az érkezésére a történetnek. Hát meglátjuk. Nekem bejön az, hogy nagy a kijelzője, mert ha már tartalomfogyasztásról beszélünk, szerintem pont azért jó egy táblagép. Ha már táblagépről beszélünk, akkor ne egy 7-szolos gépről beszélünk, ami gyakorlatilag nem sokkal nagyobb a telefonomnál. Nem? Tehát, hogy ez is 5-szolos. Hát most a 7-szol az mekkora? Ekkora? Tehát, hogy az egy picivel nagyobb. Jó, de csak. iPad, és lehet vele menni. De most nem az iPad, most nekem tök mindegy, milyen típusú, vagy milyen, ki a gyártója, vagy magasról letoljom ezt a részét, hanem nagy legyen, és lássam. Tehát lehet, hogy ez az én bajom, az a korral, ahogy öregszem, lehet, hogy jobb, minél nagyobb valami, hogy jobban látom annak, annál inkább örülök. De én azt gondolom, hogy egy táblagép, meg egy laptop, az ne ilyen ekkora kijelzői legyen, mert azzal nem alkalmas arra, hogy én kényelmesen tartalmat fogyasszak rajta, vagy akár dolgozzak, vagy bármi. Hát ez meg mákkora lesz egyébként, nem csak tartalmat, hanem akár szendvicset is lehet róla fogyasztani. Simán. Pláne melegszik, még lehet, hogy meg is ül rajta. Na igen, itt tojás, igen. Van egy telefonálunk viszont. Hello, szia! Sziasztok, Attila vagyok. Hello, Attila! Telefonáltam a Samsung Galaxy S Advance ügyében. Igen. Emlékszem. Na most olyan történt, hogy felhívtam a Samsung Magyarországot. Na. Elvitték a telefonomat, futárszolgálat. És sokkal többet nem láttam. És utána visszakaptam, de nem csináltak vele semmit. Hiába lefagyott, minden hívás után kikapcsolt, plusz nem mindig engedte, hogy felvegyem a telefonomat, tehát a híváskor. És de ezzel nem csináltak vele semmit, ezt mégis kaptál valami... Mondják, hogy jól működik a készülék. Hát erre nem tudom mit mondani, tényleg. Hát, már csak az lehet, hogy vagy a SIM-kártyám, ami gáz, vagy a microSD kártyám. Igen, de ezeket szerintem mondtuk a múltkor, hogy ezeket is úgy felül kéne vizsgálni, mert okozhat a SIM-kártya, sőt az SD kártya is ilyen problémákat valóban egyébként. Tehát én emlékszem arra, hogy nekem is egyszer az előző SIM-kártyám,
az hibás volt, tehát néha eldobta a hálózatot, a telefon meg minden, és én is a telefonra gyanakodtam, biztos a telefon rossz, és kiderült, hogy a SIM-kártyám a rossz. És kicserélték a SIM-kártyát, és azóta semmi probléma nincs, illetve volt, mert ez most már azóta új telefon, meg új SIM-kártya, de ez akkoriban az megoldotta ezt a problémát. Tehát... Igen, nekem is a Samsungban ezt mondták, mert visszahívtam őket, hogy semmi változás nem történt, mondom, a telefonom ugyanolyan szar, mondjam így, tehát semmi változás nem történt, azt mondták, hogy próbálja meg ezt. Aha. Hát figyelj, ez is egy megoldás. Illetve... műszerre is nem mutatott semmit, tehát semmi baja nincs. Hát van ilyen, tehát ha hardveres hibája nincs, akkor a műszer nem is fog semmilyen problémát mutatni. A szoftveres hibát ugye nem műszerrel mérik, hanem azt ugye, ha újra raktad a telefon meg ilyenek, akkor elvileg azzal sem kéne különösebb gondnak lenni, és ha ennek ellenére ilyeneket produkál, az nagy valószínűséggel valóban tényleg a SIM kártyának vagy az SD kártyának a hibáját. Az SD kártyát kiszedheted belőle ideiglenesen. Ugye ezt úgy ki tudod próbálni, hogy kiszeded, és akkor nincs benne, akkor produkál-e ilyesmit. Ha igen, akkor is, akkor még maradt a SIM-kártya, más egyéb eszköz nem nagyon van benne, amivel probléma lehet. Igen, hát az is gyári. De kaptál róla valamilyen? Igazándiból, tehát ezt elvittem a norvég szolgáltatóhoz a szervizben, ott volt másfél hétig, két nap után ugyanezeket a hibákat mutatta, tehát mindig ugyanez volt, hogy lefagyott, nem mindig engedte, hogy felvegyem, plusz minden hívás után kikapcsol, hát figyelj, és próbáld ki másik SIM-kártyával tényleg. Próbáld ki másik SIM-kártyával, tehát nem tudom, hogy családban vagy valakinek, ismerősnek van-e még hát, ilyen SIM-kártyája. Bemegyek a két szolgáltatóhoz, azt kérek egy másikat. Az is egy megoldás. Csak azért gondoltam, hogy próbáld ki előbb egy valakinek, ismerősnek a SIM-kártyájával, mert hogy egyáltalán megtud, hogy ez a probléma. Mert lehet, hogy felesleges köröket futsz, mert mégsem ez. Bár akkor már mi más lehet? Hát a microSD kártyám is gyári Samsung, tehát... Hát attól még lehet hibás. Jó, hát, tudom, persze, de hát, úgyhogy, hát de mondom, ki nem belőle, is annyit vettem, hanem gyárit. Mondom, szedd ki belőle ideiglenesen, ha nincs benne, attól még működik egészségedre. Tehát ha nincs benne, attól még működik, és legalább nem okoz problémát, mert ha viszont tényleg ő a hibás, akkor az ki fog derülni, mert kiszeded, akkor logikus módon ezeknek a problémáknak meg kell szűnniük. Igen, hát most a Samsung Magyarországnál azt mondták, hogy vigyen be a Telenor, már mondom, norvég szolgáltatóhoz, és a Samsung után kérjek egy ilyen vizsgálatot. Aha. Hát igen, ez is megoldás, mert hogyha a telefonnál úgy mondják, hogy, vagy tehát azt mondják, hogy nincs gond, akkor tényleg még ez a két opció lehet. Oké? Okay. Oké, okay, köszönöm, sziasztok, mi is köszönjük. Hello, hello, viszont neked is. És ide kapcsolódó hír egyébként, hogy ha már így szóba került a mobiltelefonok, hogy szeptembertől megszűnik a mobiltelefon szervizelés a Magyar Telekom üzleteiben. Miért, eddig volt? Eddig volt. Fölvették a rendelést és elvitték a gyártóhoz. De hát ugye, ahogy az okostelefonok jöttek és az ilyen komplett telefonok, azóta leginkább már csak erről volt szó, hogy átvették és gyakorlatilag elküldték, vagy érvényeket elvitték. Korábban azért volt arról is szó, hogy korábban azért még a okostelefon korszak előtt azért sok minden más is. Amikor még ki lehetett tisztítani egy telefonnak, koszos volt, tehát ilyen apró dolgokat megcsináltak mondjuk az ügyfeleknek. Illetve amikor, mit tudom, hogy még a új telefont vett korábban az ügyfél, és nem okos telefonokról volt szó, meg nem felhő alapú szolgáltatásról, ugye itt a Google Contacts vagy a iPhone-nak, nem tudom mire gondolok, hogy segítettek átmásolni az ügyfélnek a kontaktot. Ezt csinálták, tehát gyakorlatilag, de veszettől az elben mindegy szolgáltatótól egy készüléket, sok-sok pénzért, és aztán ha gond van vele, akkor mehetsz a gyártóhoz, vagy a forgalmazóhoz egészen pontosan. Ugye a döntés hátterében az áll, hogy ez a cég is jövőre 1700 embert küld el, ugye, önmagától, amit most hagyjunk, mert most az IT részét nézzük a dolognak. Úgyhogy, de én azt gondolom, hogy ha más nem, akkor azt a szolgáltást meg kell tartaniuk, hogy átvegyék legalább a készüléket és egy kapu. Szerintem azt lehet, azt megtartják. Tehát az azt jelenti, hogy nem úgy fogják. Néhány üzletünkben átveszik majd az elromló készülékeket. De én azt gondolom, hogy vagy pedig a másik része, hogy itt az előbb a telefonnál is mondta, hogy ha viszont azt akkor csinálják úgy, hogy úgy egyezzenek a gyártóval, hogy akkor gyárhagyjuk hogy a futárt. Mert az, hogy most gondolj bele, hogy vesz valaki egy okostelefont, aki a márkájára emlékszik, ha megkérdezed, mert ő felhasználó. Tehát nem IT-s ember. És akkor elromlik a telefon, és akkor majd most megint jön az, hogy beviszi valamilyen útszéli telefonszervizbe az aluljáróba, mert ott van valamiben megbetűk, hogy mobilszerelés, és akkor megint jönnek az átverések és a lehúzások. Ezt én visszafejlődésnek érzem.
Hát figyelj, de hát a garanciális szervizelést ezt nem tudja kikerülni, nem? De nem, nem. Tehát, hogyha de jó, ők, de, ők de adnak egy készüléket, jó, de, mondjuk... De nincs csak a garancia pontra. Na jó, de hol lesz a garancia pontra? Hát ez a kérdés. Érdekes húzás, de egyébként valahol értem, meg valahol nem értem. Tehát, hogy csinált ilyet egy szolgáltató, hogy egyszer, tehát, hogy elad egy készüléket, amire ő nem vállal ezen túljavítási... Sőt, és ne felejts, és azt se felejts, de akkor most valaki... már ideje régen, amikor még T-Mobile volt, nem is Telekom, sokáig úgy volt a garancia, hogy egy évet vállalt a gyártó, és egy plusz egy évet vállalt a szolgáltató. Igen, igen. Tehát ezért mondom, hogy ez ilyen nagyon furcsa, hogy nem is tudom, hogy egyáltalán jogszabályilag ez hogy van, vagy most vagy megint túloznak az újságírók, és ez nincs egyértelműen kitalálva, vagy megfogalmazva, vagy csak fölkapták a hírt, és tehát mindegy, tehát ilyet nem csinálhat valaki, hogy elad egy készüléket, és akkor nem vállal rá valamilyen szintű garanciát. Ha más nem, akkor egy partnerrel szerződésbe kell, hogy legyen, akár a gyártóval, akár egy szerviz partnerrel, akin keresztül neki kötelessége szervizeltetni azokat az eszközöket, amiket elad, mert garanciát kell rá vállalni. Vagy mostantól lehet, hogy nincs garancia a készülékekre? Tehát vesz egy készüléket, nem, és biztos, hogy van no garanti, csak maximum gyártói? Tehát, biztos, hogy kicsit furi nekem ez a történet. Jó, menjünk semmi, tovább. Megnéztem itt a sajtóközleményeiket, természetesen erről semmi, ezt én is hallottam múltkor egy valakitől, aki ott dolgozik, azt elkotyogta ennyi-bennyi, de nem hittem el. Jó, menjünk tovább. Zsolti kérdezi, hogy okos telefont és autórádiót milyen kábellel lehet összekötni, hát ha zenét szeretnék autórádió? Hallgatni a telóról. Mert én még most is azt használom a kazettás rádióval a kocsiban, és még mindig a jack dugó és a kazetta átjátszó megoldás van. Ha ennél azért modernebb dolgokra gondolunk, akkor itt szerintem nem tudom. Hát többféle van, ugye ez attól függ. Tehát most már vannak olyan rádiók, amiben van Bluetooth például abból beépítve, hát és akkor általában a telefonnal. Mármint nem lesz rossz a minőség a Bluetooth-on játszodát? Miért lenne rossz a minősége? Tehát, hogy az adatkapcsolat átviszi egy-egybe a hangot. Már amelyik telefon alkalmas erre, ugyebár, mert mondjuk egy iPhone-on ezt nem biztos, hogy megcsinálod, maxim a hívásokkal. Apple autóval talán. Androiddal már esélyesebb, illetve hát most már azért az autókon van amelyiken van AUX bemenet, ugye, tehát egy egyszerű jackkel összekötöd a füles helyére, ugye veszel egy jack-jack kábelt és bekötöd, vagy vannak ezek az FM transmitter megoldások, amikor így a akár Bluetooth-on csatlakozol az FM transmitterhez, és az FM transmitter kikeveri egy rádió csatornára gyakorlatilag ugye a hangot, és mit én azon a csatornán, ami sugárzódott mit én 5 méteres körzetbe, akkor azt az autórádió érzékeli, és akkor egy rádió csatornán bejön. Ezek ilyen megoldások vannak. Vagy van a kazettás megoldás, igen, vannak igen. Azok a nagyon régi rádióknál, van olyan, hogy veszel egy ilyen dummy kazettát, gyakorlatilag ezt úgy hívják, és különből egy jack kábel, amit bekötsz a... Egy kábel és egy jack dugó, egészen... Hát azért annak a minősége is némi kívánnivalót szerintem azért hagy maga után, de... Hát a legrosszabb megoldás, amit valaha próbáltam, ugyanígy ez a FM transmitter. Hát az, ott is, attól függ. Hát, az van gáz. Igen, hát az a baj, a minőségibb abból is már valószínűleg jobb. Tehát van FM transmitter 1500 forintért a gazdaságos boltba is, ugye a áruházba, meg van 10 000-ért is, valami komolyabb helyen, amelyeket még az MP3 ID-ket is átküldi én a rádióra. Nem, tehát nem, azért nem mindegy megveszem melyik. Az egyik budapesti vagy magyarországi rádiófrekvenciát, azt hiszem, hogy utcsukban csak rá kell hangolnom, de aztán nem én nyertem a pályázatot. Nem. Drónokkal működő csomagszállítást adott be a Google is. Ugye az Amazon ezzel már megelőzte a Google, de úgy tűnik, hogy a drónos kiszállítás gyakorlati megvalósításában a kereső óriás átveheti a vezetést az online áruháztól. A cég ugyanis csütörtökön bejelentette, hogy már a gyakorlatban is teszteli a szóban forgó típusú szolgáltatását egyes ausztráliai régiókban. Ugye ott nagyok a távolságok, tehát ott azért eléggé megvan ez. A Project Wing, a keresőóriás titkos laboratóriumának, a Google X-nek a legújabb fejlesztése. A projekt célja olyan önálló működésre képes repülő szerkezetek létrehozása, amelyek egy gombnyomással felprogramozhatók egy előre meghatározott útvonal berepülésére, praktikusan valami hasznos terhet szállítva azokon. Az eddigi tesztek során ezek mindössze csokik és rádiók voltak, amiket a drónok queenslandi farmerek részére kézbesítettek. A Google szerkezetei egyébként szemben például az Amazon által demonstráltakkal nem a helikopterek koncepcióját másoló quadropter. Hanem olyan hibrid szerkezetek, amik a síkszárnyú repülők sajátosságait is integrálták működésükbe. Utóbbi azért fontos, mert ez lehetővé teszi a szerkezetek számára, hogy azok a repülés során
a légellenállást is, illetve az ebből eredő felhajtó erőt is hasznosítsák, mert az egyik oldalon csekélyebb energiaigényt, a másik oldalon nagyobb horizontális sebességet, harmad része egy nagyobb teherbírás jelenthet. Úgyhogy ez roppant jó, és egyébként én szerintem azért jobb, hogy nem a helikoptert másolják, hanem szárnyaik is vannak, mert amikor pár év múlva már annyi drón lesz, tehát amikor ez a drón dolog robbanni, akkor sokkal jobb lesz az, hogyha az energiával spórolnak, hiszen a sok is sokra megy elvén, ennél több energiát meg tudnak már spórolni a quadropterek. Úgyhogy már Ausztráliában ezt tesztelgetik a Google-ék, meg az Amazon-ék. Nemrég volt hír, hogy a köztévének a valahol kimentek hírt csinálni, valahol lezolt egy repülő valami baleset volt, saját drónjukat elkezdték rettetni, hogy feleteget csinálják, akkor odalépett egy rendőr a riporterhez, hogy akkor hát ez most 100 000 forintos büntetés, mert ugye a Magyarországon jelenleg hiányos szabályozás, és annyi van, hogy 30 nappal előre be kell jelentened, hogyha a drónt akarsz használni. Ami az egy hírkészítésnél elég nehéz bejelenteni, hogy igen, 30 napból lesz egy baleset, oda szeretnék majd menni, tehát ezt ilyet nem tud megcsinálni. Úgyhogy itt a jogi szabályozás hát nem csak itt, nyugaton is hiányzik, bár én meg vagyok róla győződve, hogyha a parlamentet odaállnánk, és a 199 képviselőt végigkérdeznénk, hogy mi ez a drón, akkor abban mondjuk, hogy 5 tudná. Tipre, az én dolgom. Úgyhogy igen, most egyébként nagy divat a drón, tehát hogy ilyen mindenféle videófelvételekhez, ugye ezeket az action kamerákat lövik már föl mindenhova, ugye ilyen drónokkal. A másik például, ami egyre nagyobb divat a nyugati szomszédainknál, ezt voltam fesztiválozni most augusztus utolsó hetében Aligán, és van ez a, tehát nem mondom ki a márkáját, Pro a vége. De és akkor boton mindenki viszi? De egyre több volt, igen. Igen, ez de is. De úgy, hogy ne, nem az. Ez a szvegi üzemmód megint, hogy akkor na, kamerázunk mindent, és végül is azért jó, ha vele gondolunk, mert élmény videózás az tökéletesen jó. Fölnyújtod magasra, ugye nagy látószögű optikával tök jó teret be lehet vele venni, képstabilizátor van benne, tehát remegni sem. Nyilván ennek is tehát megvan a ló egyik meg a másik oldala, persze. Mert például most én sok fényképet csináltam, a 4 napból egy nap, de egyébként általában a telefonom egy fesztiválon, fönn a parkolóban, a kocsicsom a kezdőhatójában PM-et, szórakozni legyünk, nem filmezni, ettől függetlenül persze megvan az egészséges része ennek is, úgyhogy a nyugaton már telik erre is. Oké, vannak kérdéseink, az egyik, hogy Misi szeretne venni egy SSD-t a rendszernek, de valahogy nem tiszt ez az MBR, illetve a GPT történet, ha egy Vinyót adattárolásra és nagyobb programok, játékok telepítésére használom, akkor a Vinyót is érdemes GPT-re állítani? Hát ugye a GPT az gyakorlatilag, ugye itt a nagyobb kapacitású meghajtóknál, illetve Windows 7-től mint operációs rendszer felfelé, tehát maga a 7, 8 és így tovább op rendszereknél, ugye a külön boot manager miatt, tehát ez egy file rendszer, mondjuk úgy egy particionális forma, manapság ezt a szokták azért úgy alkalmazni, pláne hogyha mondjuk valaki több op rendszert is használ. Windows XP-nél meg ugye master boot recordot használtunk, most is lehet, de hogy mondjam, tehát hogy már inkább a GPT-t használ mindenki, egyébként ez olyan szinten majdnem, hogy mindegy. Csak oprendszer kérdés. Windows 7-nél már azért a GPT inkább az a particionálási forma, tehát nincs igazából itt különbség attól, hogy persze milyen oprendszert használsz. Mert mondjuk Windows XP-nél, mert még akkor nem tudod a GPT-t használni valószínűleg. Mert tudod, de inkább ott MBR-t. Aztán, mi volt itt még? Ez első volt? Igen, Dancsik Jani kérdez, hogy hello Wendy és Marci, szeretném kérdezni, hogy ebből a két processzorból melyik a jobb igazából internetezésre, és hogy legalább 720p-s videót le tudjon játszani, és itt linkeltél nekünk Intel Arc Celeron processzor. Hát... Celeron? Igen, nekem is a Celeronnal van bajom, tehát hogy nem tudok erre mit mondani, itt vannak az adatok. Az ünnepezésre ez tök kérdés, de a 720p-s videókkal, hogyha valahogy más is csinálsz, akkor így ránézésre azt mondanám, hogy lehet gondja. Igen, én is inkább így mondom, tehát lejátsza, de akkor más nem nagyon csinálsz mellette. Mondjuk, ha az ember videót néz, akkor ugyanúgy is mi más csinálunk. Hát de nem, azért fut a háttérben mondjuk egy Skype, vagy valami, ja, tehát hát azért úgy az ember úgy be van, hogy nem kell mindent be kell zárni, hogy videót nézzél. Úgyhogy én azért ennél, hogyha tehet, akkor erősebben gondolkodnék. Ezt a Celeron márkát én azért elfelejteném ilyen esetben, ez az én véleményem. Igen, tehát nem véletlenül húzták rá annak idején ezt a gúny nevet a Celeronokra, hogy butított Pentium, az is. Tehát tényleg csökkentett utasítás készletű Pentium processzorról beszélünk. Mind a mai napig vannak Celeronok. Pontosan arra van kitalálva, hogy az egyszerűbb felhasználásra, tehát kevésbé gépigényes
szoftverek futtatására. Na most ugye mi a kevésbé gépigény, amikor manapság tényleg egy böngészőt nyit, és abban multimédiás tartalmat fogyasztasz, az ugyanúgy zabálja a procit. Tehát, hogy nem igazán van túl sok értelme. Én azt mondom, hogy irodai alkalmazásokra jobb inkább, tehát már a netezésre sem feltétlenül. De nem azt mondom, hogy alkalmazásnál sem, meg van nyitva egy nagy Excel tábla, meg mellette még egy... Hát az memória kell, az nem igazán proci. Tehát az sok memória kell inkább. Számolni túl sokat nem kell. Most az, hogy összeadja három táblázatot, az nem nem három táblázatról beszélek, az egy Excel tábla, az 5-10-es. Jó, de ez a lebegőpontban már a régebbi gépek is tudnak egész jól számolni, tehát nem a számítási feladat az, amit, hanem pont, hogy a többi, tehát a processzor azok a feature-e, ami a multimédiához kell, tehát az MMX támogatás, az SSE, a stb. Ez a 68 vagy 70 olyan plusz processzor feature, amit mondjuk egy normális procinak illik tudni. Na most a Celeron ebből tud körülbelül 20-at, ami nem rossz feltétlenül, csak videórenderelésre ilyesmire felejtő. Tehát hogy pont, hogy az ilyen tartalmak fogyasztására nem igazán alkalmas. Na, aztán hoztam egy ajánlok egy alkalmazást. Na. Androidra létezik ez jelenleg. Tényleg, Marci, te hány alkalmazást szoktál, vagy hány alkalmazás van a telefonodon kb? Most úgy, csak úgy hasraütésszerűen mondj valamit. Hol van? Nem tudom. Teljesen némítottam, lehet, hogy becsörgünk. Szóval... De kb. Tehát sok alkalmazást teszel a telefonodra, vagy úgy csak úgy azt, tehát mit tudom én, az átlagos felhasználásnak nevezhető. Vagy kísérletező kedvű vagy, tehát hogy azért letöltesz néha alkalmazásokat. Köszönöm. Próbálgatod, letörlöd, vagy akár fönn is hagyod, használod. Hát nézzük meg, mi van rajta. Na, nézzük, hogy kb. Mik vannak rajta. Van rajta, tessék, van rajta egy Budapest Netrend, igen. Facebook Messenger, Facebook, Instagram, Foursquare, SoundCloud, Skype, Chrome, Duolingo, az egy nyelvtanuló alkalmazás, aha. A zseblámpa az belső, és gyakorlatilag ezeket tettem pluszban, itt van még a LinkedIn, időjárás, a időjárás alkalmazása, a trafik térkép, illetve a link az ugye a céges kommunikáció, mint a Messenger, csak aha. Office üzleti verziója, azt a munka miatt használom. Gyakorlatilag ezek vannak rajta. Én úgy vagyok kísérletező kedvű egyébként az alkalmazásokkal, hogy tehát játék nem volt az előző, ezen sem lesz játék, uh-huh. Nem játszom a telefon gépen se. Mással játszom, na. Szóval... Igen. Jó, lépjünk tovább, szóval a lényeg az, hogy ha viszont valamit kipróbálok és nem tetszik, akkor utána, tehát egy pár nap után leszedem. Uh-huh. Tehát nem követem el azt a hibát, hogy így... Jó, tehát akkor átlag felhasználók minősül, szóval pont most olvastam egy statisztikát, illetve a kedves nézőkkel is megosztottam itt az egyik adásban, hogy egy átlag felhasználó Magyarországon 6 és 10 applikáció az, amit rendszeresen használ, tehát 6 és 10 applikáció között van, amit... amit rendszeresen használunk egyébként. És hát vannak ugye ott is a heavy userek, akik ennél sokkal többet, tehát a kísérletező kedvű, aki föltesz mindent a telefonjára, csodálkozik ki, hogy két hetente vagy hetente újra kell ugye a telefont húzni, vagy hát rendszer visszaállítást kell csinálni. És vannak azok, akik meg gyakorlatilag az alapalkalmazásokon kívül semmit nem használnak, sőt tovább megyek, nem frissítik le, sőt, ez a mobil szolgáltatóktól eredő hír, hogy amikor bármilyen közösségi probléma van, tehát nem megy a Facebook vagy ilyenek, akkor körülbelül hát 50%-kal megnő a helpdeskre beérkező hívásoknak a száma. Tehát az embereknek a hiba az egyenlő azzal, hogy nem megy a Facebook, jó, de hát ugye az internet hiba. Én olyan 2006-ban helpdeskeltem az egyik internet szolgáltatónál, voltam helpdeskes, majd később oktattam a helpdeskeket évekig, és ott is az volt a probléma, ott ugye a internetről beszélünk, az még az okostelefon uh-huh. előtt volt ugye évekkel, hogy ha nem megy, tehát valami nem jött be neki egy weboldal, vagy nem tudott belépni, mert rossz jelszót kapott az IDIT-en, vagy nem tudom. Igen, és a szolgáltatót hívta. És nem ez a baj, hanem... meg ő citta, tudod, hogy noma, megint az a hülye. És az a lényeg, hogy amikor betelefonált, ugye nyilván abban, hogy nem tud belépni mondjuk, amit tudom én az IDIT-jel, abban nem tud segíteni a szolgáltató, mert nem volt hozzá köze. Viszont abban se tud megsegíteni, hogy van egy internetcívő, és nekem azt mondták, hogy ez egy jó oldal, és nem jön be, és akkor megnézed neki, tudod, megnézed, hogy létezik itt a weboldal, és mondom, hogy nem létezik. És az a baj, ezek az ügyfelek úgy tették le a telefont, hogy ha megoldott, az elégedetlenség. Hogy megvolt a hívás végén is meg volt győződve arról, hogy itt a szolgáltató ludas ebben. Ugyanennek a újabb generációs verzió nem megy a történet. Ugyanez mobillal. Viszont visszakanyarodva itt ez az alkalmazás az, amit hoztam, nem tudom, te a nyáron most fotóztál? Rendszeresen fotózgatom. Igen, tehát ugye előfordul az, hogy képeket mutogatsz másodnak a telefonon, uh-huh. De hát ugye előfordul az olyan, hogy olyan fotógépet is
megnéznek, ami nem idegen szemnek szántál. Ugye vannak az emberek ilyen fotó és telefonban, gondolom mindenkinek. Ez a helyzet nincsen. Kerülhető az alább, de nincsen. De hogy mindenkinek van, nem? Tehát... Na, lassan vége a nyárnak, és sokak telefonján vannak fenn a nyaralás legjobb pillanatai egy megőrző fényképek, amelyeket szívesen mutat másoknak is. Ahogy azonban a kép nézeget, hogy a jobbra és balra söpör az ujjával, ugye újnakat keresve, könnyen előkerülhetnek kényesebb fotók is. Hogy elkerüljük ezt a kellemetlen helyzetet, telepítsük androidos telefonunkra a Focus nevű appot, angolosan írva, nem úgy, mint a... azért. Az alkalmazás egyfajta virtuális galériát hoz létre, amelyben csak is azok a képek kerülnek bele, amelyeket mi kiválasztunk. Ha valaki megnyomja a visszagombot, azaz kilépne a virtuális galéria falai közül, csak a PIN kód beütése után mehet tovább. Ha pedig hajlandóak vagyunk némi anyagi áldozatot is hozni, és van az androidos telefonhoz kapcsolódó viselhető eszközünk, például egy okosóránk, akkor még értesítést kérhetünk rá, hogy kiléptek a galériából. Hmm. Tehát ugye nézzük a gyakorlati részét. Mit tudom én most voltam fesztiválon, hogy készült 100 kép. Meg akarom mutatni mondjuk a, mit tudom én, egy kollégának, hogy valakinek. Uh-huh. És belépek ebbe a virtuális galériába, adom neki, hogy tessék nézegesd, és addig valamit csinálok. Most nem fogsz tudni fölött állni. És akkor, ha kilépne a telefonból, és más akarra csinálni, most nem a rossz akaratot, nem rossz hiszűen, rossz hiszűen, hiszeműséget gondolok, hanem arra, hogy a kilépések ott vannak, amit tudom én, bármilyen olyan, mondjuk a fesztivál olyan részeiről a fotók, amit úgy nem fogsz megmutatni a kollégának, hanem mondjuk neked megmutatom most, hogy egy példát nézünk. Tehát elég hasznos ez a történet. iOS-re is létezik állítólag egy hasonló overswipe nevezetű történet, hogyha valaki iPhone-os. Én az androidos verziót próbáltam, az ingyenes verzió is teljesen használható és jó pofa. Oké. Okay. Zoli, nem tudom, itt vagy-e még velünk Skype-on, mert kicsit megfeledkeztünk rólad. Halló, itt vagy? Itt vagyok, szia. Na hello, szia, bocsánat. 20-15 pár perce vársz. Fölvettelek, csak közben másról beszéltünk, utána meg megfeledkeztünk róla, ne haragudj. Na parancsolj! Vettem egy Smart TV-t, egy koreai kettőbetűset. Aha. És az a kérdésem, hogy milyen programmal, vagy hogy lehetne megoldani, hogy összekössem a számítógéppel, hogy a minden média fájlt elérjek a TV-ből. Tyú, hát ugye hát alapból az okos tévékben van ilyen úgynevezett DLNA funkció, tehát kell, hogy találj benne egy olyat valahogy hálózaton keresztül le tudjon játszani média fájlokat. Na most ahhoz ugye a számítógépeden is futnia kell egy DLNA szoftvernek, ami ha Windowsod van és van... A 7-es van. Windows 7-es. Hát ott is attól függ melyik verzió, mert alapból egyébként talán a Ultimate van, akkor biztos, hogy látszódni fog. Gyakorlatilag, akkor el kell indítanod melyik szolgáltatás, az várjál. Mindjárt mondom neked, csak fejből nem tudom. Mit? Nem, hát DLNA, csak mondom azt, hogy a Windowson belül ez hol van. Várjál. Mert egyébként én külső programot szoktam rá használni, a Universal Media Servert egyébként. Tehát az egy kicsit jobban működik, mint a Windowsnak a sajátja. Ezért is kérdeztem, hogy melyik van, mert van Windowsba beépített is. Ingyenes ez az Universal? Igen, igen. Tehát Universal Media Server, USM, vagy USMP, valami ilyesmi, USMS a szervernek a neve. Letöltöd és föl tudod tenni gyakorlatilag, illetve van egy másik is, amit én használok, ami még, amiben még ilyen internetes tévéket is lehet pluszban nézni DLN-án keresztül, az meg a Servio nevű szoftver, ami szintén alkalmas ilyen file megosztásra egyébként. Ez nincs korlátozva, mert olvasgattam én erről az internetre, hogy csak a cén a képek és a videókat tudja megosztani. Alap esetben igen, de például a Universal Media Servernél, meg ennél a Servionál is, ott te állítod be azt a könyvtárat, amit meg akarsz osztani. Hálózaton, és akkor gyakorlatilag azt a könyvtárat fogja látni. De ez a beépített a Windowsba, ez csak korlátozott a cél. Nem, ott is meg lehet valahogy adni, csak nem tudom már, hogy kell. Az a baj, mert nem jut eszembe ennek az egésznek a neve. A lényeg. De próbáld kiszedni a Universal Media Servert. Jó? Próbálkozok vele. Oké. Okay. Ezeket próbált ki. Mondom, a Windowsba beépített, az pedig valahogy úgy néz ki egyébként, hogy az eszközkezelőben látnod kéne elvileg a tévét az eszközök között. És akkor arra elvileg ki tudsz játszani tartalmat. Jó? Jó, majd kísérletezek. Jó van, rendben. Köszönöm a tanácsot. Oké, okay. Hello, szia! Sziasztok! Képzeld el, igen? Összesen 18.796 féle androidos eszköz létezik. Oh, Jesus.
Egy friss jelentés szerint még az eddig sejtetnél is rosszabb helyzetben az Android, ha a platform töredezettségét nézzük. Egészen pontosan, az előbb most mondtam, majdnem 19 000 különböző androidos készülék létezik a világon, ez áll az OpenSignal idei Android töredezettségi jelentésében. Ez a szám tavaly még csak 11.800 körül volt, és ennyi eszközt jelentett, egy év alatt tehát jelentős mértékben nőtt az Android platform töredezettsége. Az érték még akkor is egészen hihetetlenül hangzik, figyelembe veszi, hogy a listán mobilok és távolgépek mellett okos tévék, okos órák vagy éppen okos hűtők is szerepelhetnek. Ez nagyon sokféle eszköz. És hát van egy ilyen töredezettségi térkép, a legtöbb androidos készülék a Samsung, ezt követi a HTC, a SEMC, a Motorola, az LG, valamint a Verizon, ezek utóbbi annyira nem ismertek, azok a tengeren túlon vagy Kínában menők. A Huawei, a Sprint, a ZTE, a Google, valamint a két itthon is lévő nagy mobil szolgáltatónak a saját gyártás, saját márkázott készülékei vannak többen, aztán persze jönnek még a kisebbek is, úgyhogy a sokféle készülék, főleg az alkalmazás fejlesztőnek jelent egyébként problémát, de miatt közvetetten a felhasználóknak is. A fejlesztőnek egy-egy alkalmazást sokféle paraméterre kell tudni lefejleszteni, ami még ha csak a telefonokat számoljuk, akkor is több száz, vagy mostanra ugye inkább több ezer különböző eszközt jelent. Így aztán nem csak, hogy az egyik eszköz tökéletesen optimalizált app egy másikon akadozik, vagy egyáltalán nem is indul el. Lehetetlen elvárni a fejlesztőktől, hogy néhány ezerféle eszközre optimalizálják a programjukat. Pont tegnap. Ugye? Na hát itt álljunk meg egy pillanatra, csak azért, hogy mindig, amikor ez szóba jön, akkor én ezt itt szoktam kiemelni azt, hogy milyen előnye van mondjuk az Apple-nek ebből a szempontból. Nem? Tehát ahol csak néhány tucat készülékre kell optimalizálni esetleg egy operációs rendszert, meg esetleg egy-egy szoftvert, mert ugye hát kevesebb a hardware. Hát még egy Android, tehát amikor összehasonlítunk két operációs rendszert, ugye mit kell tudni, akkor ugye az Android esetén hát minimum 20 ezer féle különböző eszközre kell optimalizálni egy rendszert, még mondjuk egy iOS esetén meg mondom egy tucatra körülbelül. Igen. Ugyanez a helyzet, hogyha a számítógépes operációs rendszereket hasonlítjuk, hogy ugye a Windows-t és az OS X-et mondjuk, hogyha igen, de ez ezt a részt nézzük. Igen, de pont tegnap találkoztam, akinek egy viszonylag csúcskategóriás készülék van az ebben egyik márkából, és ott lassú, és mondom, hogy indítsd újra, hát időnként újra kell. És mondja, hogy ez a Windows. Mondom, igen, de most inkább ez, mint a bezártság. Itt tudnánk elkezdeni veszekedni, de ezt nem kell, fogjuk elkezdeni. Viszont Gáborral folytatjuk, aki Skype-on itt van velünk. Hello, szia! Sziasztok! Valamelyik nap írtam Facebookon, hogy volt memória problémám, hogy a 2-1 gigabájtos azonos típusút nem ismerte fel a gépem. Csak igen, emlékszem rá. Sikerült most valahogy megoldani? Nem, most ma vettem egy 2 gigabájtosat egybe, és most kipróbáltam, hogy beraktam mellé az egyik ilyen 1 gigabájtosat. Uh-huh. És úgy fel is ismeri a 3 gigabájtosat, a BIOS is, meg a 3 gigabájtot összesen, a BIOS is, illetve a Windows is. Igazából az lenne a kérdésem, hogy amit vettem az 800 MHz-es, az 1 gigabájtos, amit beraktam mellé, az 667 MHz-es. És egy olyan hülye kérdésem lenne, hogy melyik a jobb, tehát hogyha most csak 2 gigabájtom van, ami 800 MHz-en működik, vagy van 3 gigabájtom, ami ugye csak 667 MHz-en megy. Aha, hát logikus, hogy az lenne a legjobb, ha 800 MHz-en menne, mert gyorsabb, viszont annyival meg nem gyorsabb, ha kiszámolod, hogy gyakorlatilag 133 MHz-nyi különbség van, az nem egy olyan nagyon sok szerintem, tehát én azt gondolom, hogy a 3 giga memóriával talán jobban jársz. Milyen oprendszert használsz, meg mennyire memória igényes szoftvereket? Hát most valamelyik nap visszaraktam a Windows 7-et, mert a BIOS frissítésre volt szüksége, mert azt hittem, hogy amiatt nem ismeri fel ugye a 2x1 gigabájtot, és a 8.1-hez nem volt program, amivel frissítse a BIOS-t. Tehát jelenleg Windows 7 van fent, illetve mellette egy Ubuntu. Aha. És hát a szoftverek tekintetében pedig hát igazából van Photoshop, meg Pine Echo Studio, ami ugye a hétköznapi használat mellett még. Hát figyelj, én azt kell, hogy mondjam, hogy manapság ugye hát a 4 gigát szokták azt mondani, hogy ez nagyjából elég mindenre, szinte mindenre. Én azt gondolom, a 2 giga az a határeset, tehát az alap. Tehát ha 3 gigád van, azzal jobban jársz, mint ha csak 2 gigád van. Most az, hogy 133 MHz-el lassabb idézőjeleti a memória, vagy hát ugye kevesebb órajelen fut, szerintem az nem igazán fogod észrevenni a különbséget.
De én azt gondolom, hogy hát próbáld ki. Tehát próbáld ki úgy, hogy csak 2 giga van bent, nézd meg, hogy úgy mennyire megy a rendszer, és próbáld ki úgy is, hogy 3 van benne, hát teszteld le. Gyakorlatban, én bevallom őszintén, ez annyira rég volt ez a 800 MHz-es korszak, hogy nem is emlékszem rá, de szerintem így különleges különbség, tehát a 133 MHz-ből kifolyólag én azt gondolom, hogy ez nem nagy különbség. Mm. Igen, tehát... csak ugye, mint írtam akkor is, hogy régebbi az alaplap, tehát a 1066, amit maximálisan bír, most ilyen memóriát nem is találtam, csak 1300-as, ha jól emlékszem, következő. Igen, azt meg már nem is biztos, hogy kezelni. Azt már nem kezel, 1066 a maximum. Aha. Passz. Tehát így maradtam a 800-nál. Mondom, szerintem semmi különbséget nem fog szinte észrevenni. Tehát persze fizikailag lassabb lesz, csak kérdés, hogy a gyakorlatban az a lassúság mennyire fog jelentkezni. Szerintem sem ennyire. Tehát akkor azt mondod, hogy hagyjam benne a plusz 1 gigát még. Én azt gondolom, hogy igen, bármivel nem azonos memóriák, ezért úgysem dual channelbe mennek, gondolom én, hanem... De képzeld el, hogy így elfogadja. Igen. Tehát ugye a két egyforma, a két 1 giga pont ugyanolyan memóriát, ugye single channelbe fogadta csak el, és csak 1 gigát ismert fel. Sőt, még kipróbáltam azt is, hogy beraktam az 512-es, azt hiszem az 800-as volt, és azzal is tökéletesen ment a másfél gigával. A két egyformát meg valamiért nem ismeri fel. Érdekes. Hát, na jó, hát figyelj, akkor meg még jobb az eset, hogy dual channelbe képes lekezelni, bár ez furcsa, de... Ezek szerint akkor működik. Szerintem mondom, jobb így. Tehát akkor viszont így használd, mert ha pláne dual channelbe engedi, akkor viszont szerintem effektíve egy picit még talán lehet, hogy gyorsabb is lesz. Márhogy maga a memória vezérlés, meg a memória elérés ezek szerint gyorsabb lesz. Most ez az órajelben hol jelentkezik, mondom, szerintem 133 MHz az nem tényező. Jó. Különbségként legalábbis. Jó? Oké, köszönöm szépen. Nincs mit. Hello Gábor. Hello, szia. És megyünk tovább. Igen. Tudod, hogy mi történik egy perc alatt az interneten? Na mi? Hát sok minden. 72 órányi videó kerül feltöltésre a YouTube-ra. 204 millió e-mail kerül elküldésre. 4 millió keresés történik a Google-be. 2.460.000 Facebook megosztás van. 347.000 WhatsApp fotó, WhatsAppon való fotó van, illetve 48.000 Apple user tölt le valamilyen alkalmazást, és 216.000 Instagram poszt jelenik meg. Egyébként jelenleg a globális internet népesség, ez a 2013 utáni adat, ez 2,4 milliárd embert jelent. Tehát annyi ember van aktívan az interneten. Egyébként nagyon szomorú abban a tekintetben, hogy 15%-a ez csak a... Nem. Hát ez nem lehet. Hogy van az a 30%-a körülbelül a föld népességének, vagy hány milliárd, nem tudom hányan élünk, meg hány. Beírom hát a 7 milliárd körül. Beírom a Google-ba, hogy hányan élünk a földön, és akkor az emberekre gondolok. Hát igen, ezek egyébként óriási adatok. Itt azért az, hogy Facebook megosztásból 2,5 millió Facebook megosztás egy perc alatt, azért az tényleg durva. Sokan kérdezik, hogy hányan élnek, és már kidobt a földön. 7 milliárd. Hát 7 milliárd fölött vagyunk, sőt ez 2012-es adat, de durva. Én még azt hittem, hogy pici valatta vagyunk, de akkor azért lemaradtam valahol. Akkor az van már 8 milliárd is talán. Hát azért az egy kicsit erős lenne. 7,1-2 valahogy itt tarthatunk akkor. Na, Norbi visszajött. Szia, Norbi! Mit mondtok az előbb? Hello. 10 milliárd dollárt. Norbi! Itt vagy? Igen. Persze. Na, hello! Hello! Mi maradt ki? Hello! Itt vagyok. Na, hát akkor mondjad! Na, miért hív rá? Jól hallottam, hogy azt mondtátok, hogy a Facebookon pár év múlva 10 milliárd ember lehet. Nem. Nem mondtunk ilyet, hanem azt mondtuk, hogy 2,4 milliárd ember, vagy millió poszt milliárd. Van. Igen. Egy perc alatt. 2,4 milliárd ember használja jelenleg az internetet. Ja, az internetet, aktívan. Igen. Ja, jó. Már azt hittem, olyan sokan lesztünk. Nem, 10 milliárdan még nem vagyunk. Szép, igen, többen lennénk. Bár ha belegondolsz, hogy álposztok, meg hány egy embernek több profilja van, úgy már lehet, hogy lesznek annyian, de fizikailag ugye hát ahhoz mindenkinek az interneten kéne lógni, és még akkor az UFO-knak is, mert... Ők már itt van, ők már ott lógnak, de tudjuk. Miért visszahívtalak az az, hogy eszembe jutott kérdés lenne. Multifunkcionális távirányítókról mi a véleményetek, hogy mennyire jók? Én használok, van tévétávirányító? Aha. Nekem múltkor pont kellett egyet venni, mert
elkavarták a családban a távirányítót, és vettünk egyet. Ez egy egyszerű tévé, mondjuk semmilyen Smart TV funkciója nincsen. Csatornát váltani izért lehet hozzá, rá kellett hangolni, azt annyi. Úgyhogy semmilyen negatív tapasztalatom nincs. Bár gondolom azért Smart TV-nél viszont már elég Igen, ott valószínűleg ott arra kell nézni, hogy van elég gomb, vagy vannak-e konfigurálható gombok rajta, amikkel mondjuk egyes funkciókat elérsz, mert ugye egy Smart TV-n több funkció van, és ha nincs egy univerzális távirányító hozzá gomb, tehát mit nem tudod elérni pont a smart funkciókat, vagy ilyesmit, akkor az mondjuk probléma lehet. De általános tévékhez az, hogy hangerőt szabályoz, csatornát válts, vagy belépj a menübe, ilyesmi, ezt általában már az egyszerűbb univerzális távirányítók is tudják. De persze ezekből is van olyan, ami csúcs, hiper, szuper, kijelzője van meg minden, és még az autó, garázs távirányítót is rá lehet kötni. Jó, nem, de... De, tehát ezekből is többféle van, van az egyszerű kínai piacon kapható verziótól kezdve a, mondom, 30 ezer forintos darabig is, tehát van ami öntanuló, meg ilyenek, tehát sokféle van. Meg képzett vendégben voltam bent a szolgáltatónál, fizetni, és ugye panaszkodtam neki, hogy a 200-as csomag az még mindig 80-25, megértettem én, amit már sokszor elmondtál, hogy a 80-as az úgy oké, mert ott a 100-as a hálókártya, akkor nem várom el, hogy több legyen 100-nál a letöltés, de viszont azt fontos, ha jól emlékszem, hogy a feltöltés viszont lehet majd 50. Hát ennek elvileg 50 körül kell lennie, de elvárni nem várhatod el, mert ugye garantált az nem ennyi, ez a maximális. A garantált az nulla. Nem, a garantált azért ennél a szolgáltatónál több. Mert jó, ez vezetékes, vezetékes szolgáltató, igen. De a garantált azt hiszem 10, vagy valami, vagy 5, valami ilyesmi. Azt hiszem feltöltésben 40, ami elég jó. Vagy 40? Lehet, igen. Na hát igen, tehát annyit elvárhatsz, de többet nem. A másik szám az mondom, az a maximális, az pedig általában hozza, de ha nem, akkor az még önmagában nem feltétlenül probléma. Ennyi. Jól van. Egyes évet csináljuk, azt mondták, évvégéig befejeződik. Reméljük. Igen, hát ezért ez egy átállási ütem, ez tény, hogy ezt ott lehet megvalósítani, ahol a technológia már rendelkezésre, ahol még nem, ott valószínűleg meg fogják valószínűleg csinálni idővel. Biztosan azért, mert csak az a fura, hogy az előző két csomagja kis, hát relatívan kisebb, mert azok is nagy sebességűek már, hogy azoknál nagyon gyorsan átálltak. Hát igen, de itt ne felejtsük, itt már akkora sávszélességekről beszélünk, hogy itt már azért gerinchálózatot is kell bővíteni, mert ugye tehát minél több felhasználó, minél nagyobb sávszélességet használ, annak valahol ugye a gerinchálózaton is jelentkezik. Tehát, hogy ha ott nem tud átzsúfolni mondjuk egy komplett, nem tudom, társasháznak az internet használatát, akkor azt is valahogy meg kell növelni ott is a sávszélességeket, és ugye az meg már egy kicsit körülményesebb, mert ott már vagy bontani kell valamit, vagy új kábeleket kell lefektetni, stb. Stb. Tehát, hogy azért az kicsit nagyobb idő. Most kell a kábelbarát is. Igen. Megelégszek aztán max lejjebb az a csomaggal majd, mert ez is bőven elegendő mindenre. Egyébként igen, tehát nem kell telhetetlennek lenni, hogy akkor most azért, mert elérhető a gigabit, akkor mindenképp otthonra gigabit, mert minek? Tehát ez a, én ezt sose értettem meg, hogy ez a minek. Még abban az esetben se értem meg, akik YouTube-on gameplay-eket élőbe sugároznak, szerintem oda se kell egy gigás, bőven elég lenne a 200-as, de hát hogyha van pénzük, meg de ugye... még az sem kell, hát most egy videó feltöltés, még a full HD-ben de nyomja élőben. Is, és élőben, tehát most mi egy élő HD videó közvetítés, maximum 10 megában már kristálytiszta minőségű, tehát ahhoz nem kell több. Hát tudjuk, hogy mi miatt kell. Miért kell? Egy felvágásnak kell, másodszor ott van az a letöltő programnak kell. Nem, hát ez... most erre igen. Nem tehát semmi értelme. Igen. No. Jó van, köszi Norbi, hello, szia! Szia, köszönjük, hogy itt a... Érdekes, azért szigára bukrantam közben, ez 2014, ez idei tavasz adat. Több Facebook felhasználó van, mint római katolikus. Nyilván van át, nyilván van elég erős kereszt, mert ez ilyen a statisztikát minden, a statisztikával mindent el lehet mondani. Mindent elbír a papír, igen, csak hát... Mindent elbír. Egyáltalán milyen, kinek jut az eszébe ilyet összehasonlítani? Hát, tehát itt az a probléma kinek? Egyébként, tehát ott valami baj van az agyakban, de jó, hát végül is. Igen, úgyhogy igen. És még egy kis színes, ha már így lassan a műsorunk végéhez járunk, ugye, hogy a Google az új Nexus nem nevezheti Nexus 6-nak, mondjuk gondoltak volna hamarabb is. Ugye, nem tudom, gondoltak, hogy... csak hát... Nem tudtak, hogy eddig megmarad a cég. Na, nem. Szóval ugye nem tudom, szerint én számomra kultikus film a Szárnyas fejvadász.
És abban ugye az Android, tehát abban hívják a mesterséges életformákat Nexus 6-nak, tehát ez egy levédett science fiction dolog, úgyhogy valószínűleg nem Nexus 6 lesz a... Nexus X lesz, amit Nexus igaz. X. Igen, de valami teljesen másról is hallottunk már, ilyen Silver valami, mi volt? Android Silver. Valami ilyesmi kódnéven is ki fognak jönni, valami ilyesmi duvát is eleresztettek még egy fél évvel ezelőtt. De hát ez olyan, mint az iPhone 6, nem? Hm? Nem 10 colos lesz, én azt hallottam. Ja. Tehát, hogy ez akkor már adjuk meg a módját, nem? Uh-huh. Na mindegy, 9-én az is kiderül, ez a lényeg. És mindenki derül, vagy mindenki derül. Igen, van-e még a Facebookon valami, gyorsan nézzünk rá. Nekem ennyi alkalmazás van a telón, és akkor Lacit mutatja az alkalmazásokat, tehát ez azért nem kevés. Ez 2-4, sőt, 6, 8, 10. Igen, tehát akkor te extrém usernek számítasz ebből a szempontból. Aztán minimális igénybevételi követelmények az internetes csomagok sávszélességének teljes körű kihasználásához, az 1 gigás nethez i7-es processzort javasolnak, 8 giga RAM-ot, SSD meghajtót, az 500 gigásnál Intel i5-ös processzort javasolnak. Jó, hát ezt érzitek, hogy ez a technikai, hogy is mondjam, bullshit, vagy maszlagduma picit. Meg, ha belegondolsz, akkor nem feltétlenül, tehát van benne reláció, hogy mondjuk, hogyha te tényleg 1 gigával akarsz letölteni, igen, azt nem bírja írni a vinyó, tehát az már tényleg SSD kell. Tehát nem bír a vinyó olyan gyorsan írni. Miért te tudsz gyorsan írni? Hát én tudok gyorsan írni, de ennyire nem, tehát gigabittel azért nem. Úgyhogy azért valahol még ha félig meddig is maszlag, de azért van benne némi igazság. Jó, köszönjük a figyelmet! Köszönjük szépen, ez volt eddig a Restart Extra. Jövő héten Vendi vár benneteket, valamelyik nap majd én is csatlakozom hozzá. Nem mondom meg melyik nap. Ez legyen a meglepi nap. Köszönjük a figyelmet, jó hétvégét, pihenjetek szépeket, nagyokat. Szevasztok! Sziasztok.